Tiszavasváriban vagyunk a Váci Mihály Gimnáziumban, és Víg Csaba igazgatóról beszélgetünk, hiszen nagy nap ez a mai, egy jelentős aláírásnak lehetünk tanúi. Igen, intézményünk eddig is nyelvvizsga hely volt, és ez, mivel a gimnázium egyik profilja a magasabb nyelvi óraszámú osztályok és csoportok indítása, angol és német nyelv magasabb óraszámban való tanítása. Ez nekünk nagyon fontos, hogy ennek nem csak a tanulmányi környezetben legyen meg az eredménye, hanem az államilag hivatalosan kialakított nyelvvizsga rendszerben is sikeresek legyenek a diákjaink. És ezt értük el eddig, hogy helyben, nyelvvizsga helyként tudunk működni, a tanulóink számára sokkal kényelmesebb, nem stresszesebb, hanem egy megismert, nyugodt környezetben tudnak nyelvvizsgát tenni, írásbelit és szóbelit is. Ez nem csak a helyi tanulókra vonatkozik, hanem a környékünkön levőkre is, hiszen bárki bejelentkezhet erre a nyelvvizsga helyre is, mert a szabály nagyon egyszerű, amennyiben összejön a létszám, akkor itt helyben nyelvvizsgát tudunk tartani. Többször beszélgettünk már erről a témáról, csak más szövegkörnyezetben, épp ezért lehet, el is siklottak sokan fölöttük. Akkor nézzük meg most itt a lehetőséget a Váci Mihály Gimnáziumban, milyen óraszámban megy az idegen nyelv tanítása, milyen lehetősége van a diákoknak arra, hogy itt úgy elsajátítsák, hogy akár plusz külön óra nélkül is el tudjanak menni, pontosabban itt helyben le tudjanak nyelvvizsgázni. Hát add dicsérjen meg már az általános iskolás pedagógusokat is, tehát az utóbbi években egyre több tanuló érkezik már nyelvvizsgával, és egyre több tanuló érkezik biztos nyelvtudással az általános iskolából. A nyelvvizsga azt jelenti, hogy egy részük már középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, felsőfokúval ritkán jönnek tanulók általános iskolából, de az sem lehetetlen már. Most egy tanulónk van például, aki már így érkezett ide a 9. osztályba. Amit mi tudunk nyújtani, az a kétféle képzésünk, az egyik az 5 éves, nagyon sokféle régi neve van, ami mostanában talán már lassan ismerős lesz, a nyelvi előkészítő képzés. Ez nyelv szempontjából azt jelenti nálunk, hogy 2 darab nyelvet tudunk tanítani, az angolt és a németet, és amelyiket a tanuló választja, azt heti 15 órában, a másodikat pedig heti 4 órában. Ha ez az első év megvan, akkor a következő 4 évben a hagyományos tantárgyakkal együtt elkezdi a rendes gimnáziumi tananyagot tanulni. A tanuló természetesen a nyelvórák emelt óraszámban, de tovább mennek 4 éven keresztül. Én kiszámoltam, aki ebben a képzésben részt vesz, az 1200 valamennyi angol órát kap, vagy német órát kap, ha ezt a képzést választja. Én úgy tudom mondani, hogy igenni nem szeretek, meg más lelkébe és szorgalmába, egyebébe nem látok bele, de csak azt tudom mondani, hogy csak aki nem akar, vagy valamilyen szempontból immunis, az nem teszi le a középfokú nyelvvizsgát, ha egy ilyen képzésben részt vesz. Volt olyan osztályunk, ahol a 29-ből csak egy nem csinálta meg a középfokú nyelvvizsgát, az is azért, mert ő nem akarta megcsinálni. Hát, hogyha ezt az 1200 órát beszorozzuk, ha most tudjuk, hogy körülbelül nagyjából mennyire korrepetálnak, akkor ez már akár egy életindulásához is elég ez a pénz. Maradjunk annál, hogy itt az iskolában nyelvvizsgát akar tenni. Lehetősége van alap, közép és akár felsőfokra is? Természetesen, ahogy bejelentkezik, amilyen szinten áll a tanulmányaival. Hát írásban ez semmit nem jelent, mert akkor különböző dolgokat kell neki megírni írásban, hosszabb és rövidebb idő alatt a szinteknek megfelelően, és a szóbelinél is, akkor a vizsgabizottságot így kell összeállítanunk. Másik, ami nagyon fontos, csak gimnáziumi tanulók vehetnek részt a nyelvvizsgán, vagy akár külsősök is? Bárki részt vehet a vizsgán, életkortól és szakmától, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül hivatalosan bejelentkezik a nyelvvizsga rendszerbe, és akkor bennünket választ nyelvvizsga helyként, és akkor ide jön hozzánk. Tehát akkor nem nálatok kell a honlapon keresni, hanem a központi rendszerbe, hogy ott lehet itt is. Van, de úgyis a központi rendszerre fog átugrani. Hogy az előbb igazgatóról is beszélgetünk, igen, nagy jelentősége és rangja van az iskolának ahhoz, hogy Origó nyelvvizsga központ lettek, és most ez egy felsőbb szintre emelkedik.
Mit jelent az Origónak ez, hogy itt Tiszavasváriban működik egy ilyen, vagy van egy ilyen lehetőség? Számunkra megtiszteltetés, hogy ez az iskola is minket választott, és hogy vizsgahelyként is működhetünk itt. Azt hiszem, nem titok, hogy már egy éve indítottuk ezt a programot, azóta folyamatosan csatlakoznak hozzánk a középiskolák annak érdekében, hogy szorosra fűzzék a szakmai együttműködést a nyelvtanáraink és az ő nyelvtanáraik. Bár sajnos nekem nincs nyelvvizsgám, de emlékszem nagyon régen a Rigó utcáról úgy mentek remegő lábakkal és kezekkel, mert annyira durva volt ott a vizsgarendszer. Most van egyáltalán olyan különbség Magyarországon, hogy ez most könnyebb vagy nehezebb, vagy pedig egységes vizsgakövetelmények vannak? Évek óta nem létezik ilyen, hogy nehezebb vagy könnyebb, mióta a közös európai referencia keret működik, minden vizsgarendszert ehhez kellett igazítani. A Rigó utca annyiban különbözik, az Origó, az ex-Rigó utca, hogy elsőként végezte el ezt a kerethez igazítást. Milyen a fiatalok hozzáállása? Hogyan tetszenek tapasztalni, hogy mennyire attól függetlenül, hogy kell, mert követelmény egy bizonyos színnél, hogy legyen nyelvvizsgája, de akarják is, vagy pedig csak azért, mert hogy meg kell, hogy legyen? Azért sok felsőfokú intézményben elvárás az, hogy legyen legalább egy B2-es nyelvvizsgájuk azoknak, akik versenyelőnyre szeretnének pluszpontra szert tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nyelvvizsgára való igény az megmarad a fiatalok körében. Én nem is szeretem azt mondani egyébként, hogy a nyelvvizsgára van szükség, nyelvtudásra lenne szüksége mindenkinek. Sokan feltetik a kérdést, hogy megtanul itt a gimnáziumban angolul, viszont ha kimegy Amerikába, vagy kimennek például Londonba, mennyire tudja úgy hasznosítani, nyilván nem anyanyelvi szinten fog beszélni, mert más az akcentus, de gondolom csak meg tudják magukat értetni. Jó példa erre a saját gyerekem, ő is úgy ment ki egyébként 11-ben, hogy gyakorlatilag éveken keresztül tanult. Az első időszak nehéz, de amikor az ember felveszi a fonalat, akkor képes lesz rá mindenféleképpen. Egyszer hallottam a rádióban, hogy nagyon fontos, hogy például, mert most úgy van, hogy óvodában az óvónénik tanítják a gyerekeket is, ahogy hogy iskoláról iskolára mennek fentebb, úgy egyre nagyobb tudású az angol tanár, viszont állítólag pont fordítva kellene ezt csinálni, hiszen még nem tud a gyerek írni, olvasni, az agy jobban képes, hogy erre rá mozduljon, jobban megragadjanak benne a szavak, a kiejtések. Tényleg így van ez? Én azt gondolom, hogy azért először a magyar nyelv alapjait kellene elsajátítani, és nem vagyok híve annak, bár azt azért el szeretném mondani, hogy nem vagyok nyelvtanár, és nem vagyok szakember, hiszen én közgazdászként irányítom ezt az intézményt, de saját tapasztalatomból tudom, hogy el kell jutni a magyar nyelvvel egy bizonyos szintre ahhoz, hogy érdemes legyen idegen nyelvet tanulni. Tehát nem feltétlenül az óvónéniknek kellene a legjobban tudni. Szerencsére ebben az iskolában kiváló nyelvtanárok tanítanak. Tehát ez azt jelenti, hogy Vác is kimegy mondjuk bárhova angol nyelvterületre, akkor meg tudja magát értetni. Meg fogja tudni értetni magát, én biztos vagyok benne. A mostani időkben van arra lehetőség, hogy cserediákként kimenjenek tanulóként is, akár külföldre, és ott anyanyelvi szinten próbálják meg elsajátítani, akkor nyilván ennek van jelentősége, hiszen ott helyben ismerkedhetnek, tanulhatják az ottani nyelvet. Van haszna és jelentősége mindenféleképpen, tehát minden anyanyelvi környezet sokat tud hozzátenni a szókincsbővítéshez, a magabiztossághoz, a kommunikatív készség növeléséhez, ezt is tapasztalatból tudom, én magam is próbáltam annak idején. Régóta szívügyem, hogy támogassuk azokat a diákokat is a referenciaiskolákban, akiknek a szülei nem tudják megelőlegezni a sikeres nyelvvizsgadíját sem, ezért minden gimnáziumban, aki csatlakozik ehhez a referenciaiskola programhoz, 30 000 forint értékű kupont adunk, amivel támogathatják a nyelvvizsgán való részvételt. És végül most az aláírás, ez mit jelent mindkét fél számára? Együttműködést jelent mindkét fél számára. Nem titok, hogy mi már itt képeztünk nyelvtanárokat vizsgáztatónak is. Szeretnénk, hogyha a régió nyelvtanáraival is megismertetnék azokat a szinteket, amik az elvárásai egy nyelvvizsgában, és minél többen jönnének ide a Váci gimnáziumba is vizsgázni. Mi pedig támogatjuk a nyelvi versenyeket, nyelvi méréseket, programokat, továbbképzéseket biztosítunk itt a nyelvtanárok számára.